egyszer nincs ár. 2019 első nagy színpadi bemutatója a Black Comedy volt a Vörösmarty Színházban január 12-én. A vígjáték előadásai hatalmas sikerrel futnak a teátrumban. Ilyen és ehhez hasonló népszerű színdarabok premierére készül a tavaszi szezonban is az igazgató, Szikora János. Néhány nappal ezelőtt verték épp szét a házat, képletesen szólva persze. Én magam is néha tényleg egészen harsányan magamról elfeledkezve nevettem az igazgatói páholyban, annyira magával ragadott. Noha jól ismerem a darabot, már csak azért is, mert rendeztem néhány évvel ezelőtt, és tudom, hogy emögött a tulajdonképpen nagyon gátlástalan szórakozás mögött, amit ez a darab nyújt, milyen iszonyatosan pontos, sokszor életveszélyes munka van. Ezt most nem túlzok, hogy ezt mondom, hiszen amikor a szereplők azt imitálják, hogy hogyan működnek a sötétben, hát ott ugyan elzuhan néha egy-egy olyan pofon, ami elől szerencsés kitérni, arról nem beszélve, hogy amikor lánccal vagdalóznak, tehát hogy van benne egy-két valóban nagyon életveszélyes mozzanat, de hát egy jó színész az olyan, mint a jó artista, tehát pontosan tudja, hogy mit kockáztat, és a mi színészeink nem kockáztatnak, biztosra mennek. Biztosra mentünk, amikor a Black Comedy-t műsorra tűztük, és bizonyos szempontból azt gondolom, hogy biztosra szeretnénk menni, amikor egy új bemutatót készítünk most épp a stúdióban. Ez Tennessee Williams, a vágy villamosa, hogyha ezt a szót kimondom, akkor sokakban úgy azért fölsejlik, hogy miről van szó, hiszen nagyszerű filmadaptációk, számtalan színpadi adaptáció volt a darab kapcsán. Bagó Berci azonban gondolt egy nagyot, és arra gondolt, hogy mi van, ha ezt a történetet nem New Orleansba képzeljük el. A Tennessee Williams, ugyanis New Orleans egy külvárosi negyedébe helyezi a történetet. Mi van, hogyha ez itt történik, mondjuk Bicskén? És bár ez a címben így nem olvasható, hogy a vágy villamos a Bicskén, de egy magyar környezetbe, és napjaink 90-es, a rendszerváltást követő éveibe helyezi a történetet, és ettől ez az egész tőlünk tulajdonképpen kicsit távoli New Orleans-i füllett történet nagyon mulatságosra és érdekessé válik. Legalábbis én így olvasom és így gondolom, de hát bízom benne, hogy szerintem a nézők is így lesznek ezzel. A vágy villamosát akkor veszik elő, amikor van egy Blanche, Blanche-nak hívják a szőke haja után a főszereplőnőt. Ez egy különös, érzékeny, nagyon finom lelkű nő, aki nem bírja elviselni a durva embereket, fizikailag, mentálisan, pszichésen durva embereket maga körül, de talán a finomsága, a kulturáltsága túl finom, túl kulturált ahhoz a környezethez, ami őt körbeveszi, és ez okozza tulajdonképpen a tragédiáját. Ennél most erről talán többet nem mondanék, de azt gondolom, hogy tényleg teli találat Tóth Ildi választása. A vágy nemű villamos premierje március 3-án lesz. Mindeközben már folynak Jules Verne regényének, a 80 nap alatt a föld körül színpadi adaptációjának próbái is, ami február 23-án kerül bemutatásra. Ez kifejezetten úgynevezett ifjúsági mű. Azzal a gondolattal játszik el a szerző, hogy lehet-e 80 nap alatt keresztül utazni a Földet. Tehát azért ezt a 19. században kérdezték, ma ezen már mosolygunk, mert épp valahol olvastam, hogy azért ha valakinek elég sok pénze van, akkor ma már 48 óra alatt meg lehet kerülni a Földet. Tehát ezt ki lehet úgy fogni és egyeztetni a repülőjáratokat, és gond nélkül 48 óra alatt körbe lehetett repülni. Hát 19. században még nem lehetett, de 80 nap alatt meg lehetett csinálni, ha. És ugye itt kezdődnek a bonyodalmak, de ami néha krimiszerű, számtalan kaland van benne, tehát én szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas vállalkozás. Ezt biztosan szeretni fogják a fiatalok. A Vörösmarty Színház a tavaszi évadban műsorra tűz egy olyan előadást is, amiben nem a saját társulatuk játszik, hanem egy másik teátrum színészeit látják vendégül.
Van előttünk még egy bemutató, amely nem a sajátunk, mert a Komáromi Színházat látjuk vendégül. Néhány évvel ezelőtt futott egy nagy sikerű film, Teljesen idegenek, ez volt a címe. Ez egy, hát attól függ, hogy honnan nézzük, van akinek komédia, van akinek tragédia, mert hiszen házaspárok jönnek össze egy ilyen kis házi bulira, és hát azért az elég nagy gáz, amikor összecseréljük a telefonjainkat, és elkezdjük olvasni egymás SMS-eit. Több válás kezdődött már azzal, hogy valaki elolvasott olyan SMS-t, amit nem kellett volna. Velem is ez történt egyébként. Úgyhogy tudom, hogy miről van szó, és szerintem a közönség javarésze tudja, hogy miről van szó. Szerencsére sikerült megszerezni a film színpadi adaptációjának jogát a komáromiaknak, és hát annyiban vagyunk érintettek ebben az előadásban, hogy Hargita Iván vendégként rendezi, valamikor április vége felé már meg is érkezik a Teljesen idegenek, amit egyébként mi Titkos SMS-ek címmel futtatunk, majd ezt még eldöntjük, hogy melyik címet választjuk. Az évad utolsó önálló premierje Szikora János egykori jó barátjának egyik műve lesz. Ez nem más, mint Eszterházy Pétertől a Mercedes-Benz című alkotás. A premier március 3-án lesz, amit én nagyon várok, mert addig nem tudom elkezdeni az évad utolsó önálló bemutatóját, és ez pedig Eszterházy Péter Mercedes-Benz című színdarabja. Ez engem hozzám nagyon közel álló színdarab, mint ahogy nagyon közel állt hozzám Eszterházy Péter, akit én nagyon-nagyon régóta, főiskolás korom óta ismertem, tehát egy nagyon régi ismeretség, barátság volt közöttünk, rendeztem korábban színdarabját, és nagyon sokkolt a korai elvesztése, és éppen ezért tehát nagyon megrendülten kezdtem el olvasni ezt a színdarabot, de hát a Péterre jellemző, hogy nem érzelmeskedünk, nincs megrendülés, figyelj, de, és akkor jön a Péternek ez a fantasztikus intellektuális humora és iróniája, ahogyan tulajdonképpen elkezd beszélni a saját családjának a történetéről. Mi is volt az én családom a 20. században? Mi is volt az Eszterházyak története a 19. és a 20. században, mert visszaugrik egy évszázaddal korábban? És miközben az Eszterházyakról beszél, természetesen a magyar történelemről is beszél, a tőle megszokott szellemi színvonalon és végtelen szellemességgel. Úgyhogy megrendülten kezdtem el, és aztán mosolyogva fejeztem be az olvasását ennek a darabnak, mert ezt sem értettem igazán, hogy az hogy lehet, hogy ez a színdarab, Eszterházy Péter utolsó műve nem Magyarországon volt az ős bemutatója, hanem Pozsonyban. Ráadásul nem is magyarul, szlovákul. Tehát úgy érzem, hogy ez egy ilyen, nem csak egy posztumusz bemutató, hanem tisztelgés az ő életműve személyisége előtt, amikor ezt bemutatjuk. És itt még egy kis kitérőt tennék, mi az a Mercedes-Benz? Jó, persze, kocsi. De nem erről van szó, hanem a Janis Joplin Mercedes-Benz című számáról, nem véletlenül. Tehát azt gondolom, hogy azok a fiatalok, akik ezt a darabot megnézik, azok nem csak Eszterházy Péterből, hanem a magyar történelemből is kapnak majd egy jó kis leckét. A nagy népszerűségnek örvendő ember tragédiájának folytatása is várható, azonban az előadásnak a műsorra tűzése még nem történt meg. A négy felkért író közül Závada Pál volt a legszorgalmasabb, és ő már el is küldött egy majdnem négy vagy öt oldalas szinopszist, ez egy cselekményvázlat, hogy ő hogyan képzeli. A történet, ahova Ádám, Éva és Lucifer vetődik, ez a századforduló táján Nagyvárad. És ott bonyolódnak be hőseink különböző történetekbe, Nagyváradon a 19. század derekán.
Tehát az egyik író már megmozdult, a másik három még nem, úgyhogy szerintem ezekben a tavaszi hónapokban várjuk tőlük is a hasonló cselekményvázlatot, és akkor ülünk le, és akkor tulajdonképpen párválasztás történik, hiszen azzal még adósok vagyunk, hogy minden rendező társul egy íróhoz, és onnantól kezdve már közösen dolgoznak együtt. De ez még hátra van. Szikora János kivételesen izgalmas és színesnek ígérkező tavaszi évadról számolt be. A Vörösmarty Színház utolsó, a nyári időszak előtti premierje április végén várható.